Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól és a te lelkeddel. Szeretettel köszöntök mindenkit, évközi 21. vasárnap van. Ma megemlékezünk elhunyt testvéreinkről, akiknek haláluknak évfordulója van. 10 éve hunyt el Kátai Tibor, Kulima Istvánné született német Magdolna, Béki János, Ulicska Jánosné született Béki Jolán, és Turcsány Imréné született Csernák Erzsébet. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, kilenc évvel ezelőtt hunyt el Zséri János, adj Uram örök nyugodalmat neki, és 7 évvel ezelőtt hunyt el Kolozsi Mihály, Kurta József, Blahó István, Deák Ferencné született Szejbert Margit, és Csákó Józsefné született Zsitva Mária, adj Uram örök nyugodalmat nekik, hat éve hunyt el Faragó János, Turcsán István, Lakatos Rudolfné született Mendi Anna, Kávai József és Bollók Jánosné született Helik Erzsébet. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök 5 éve hunyt el Molnárné Dohány Györgyi. Adj Uram örök nyugodalmat neki, négy évvel ezelőtt hunyt el Bobáki János, adj Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. 2 évvel ezelőtt hunyt el Jeszenszky György és Benkovics Istvánné született Kohári Rozália, adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék neki. Tavaly hunyt el Szénási Gyula, Rizán Ferenc és Rót János. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék neki. Ezt a szentmisét az ő lelkük üdvéért is felajánljuk, kérjük számukra a jó Istentől az örök élet boldogságát. Továbbá felajánljuk még ezt a szentmisét Benkovics Istvánné született Kohári Rozália, ért, férjét Benkovics Istvánért, leányokért Máriáért és 2 vejükért. Továbbá felajánlom még ezt a szemmisét egyházközségünk minden tagjáért. Testvéreim, mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára, ezért szálljunk magunkba és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi is méltók legyünk. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
könyörögjünk. Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és e világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Így szól az Úr Szemna udvar nagyhoz. Kivetlek tisztességedből, és elmozdítalak hivatalodból. Azon a napon elhívom szolgámat, Elkámot, Hilki hajú fiát, és ráadom göntösödet, és rá erősítem ővedet. A kezében adom hatalmadat. Így atya lesz Jeruzsálem lakóinak és Júda házának. Az ő vállára teszem le Dávid házának kulcsát, amit kinyit, az senki be nem zárja, s amit bezár, az senki ki nem nyitja. Mint a szeget, szilárd helyre verem be, és dicsőséges trónjává lesz atya házának. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása, és milyen kifürkészhetetlennek szándékai, és milyen megfoghatatlanok útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, és tanácsot ki adott neki? Ki kölcsönzött neki,
hogy visszakövetelhetné tőle. Ő belőle, ő általa, és ő érte van minden, övé a dicsőség, mindörökké. Amen. Ez az Isten igéje. Isten legyen Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, Jézus kérdezte a tanítványokat, kinek tartják az emberek az emberfiát, és utána pedig ők magukat is megkérdezte Jézus, ti kinek tartotok engem? Már biztosak lehetünk abban, hogy a mai világban, a mai keresztényeknek, vagyis nekünk is felteszi Jézus ezt a kérdést, te kinek tartasz engem? Ki vagyok én számodra? Itt elsősorban nem arról van szó, kedves testvérek, hogy milyen történelmi ismereteink vannak Krisztusról, hanem arról, hogy mit érzek iránta, milyen hatással van ő az én életemre, és mit jelent számomra az ő személye. Hogy kiderüljön pontosan mire is gondolok, idéznék két ifjúsági éneket, a dalszövegét, amely tulajdonképpen egy ilyen vallomás, amely az a zeneszerző, vagy a dalszöveg szerzője elmondja, hogy számára mit jelent Krisztus. Két ilyen dalszövegről van itt szó. Az első. Örömet adtál a szívembe, köszönöm neked, Uram. Te veled élni oly jó nekem, köszönöm, hogy szeretsz, Uram. Nélküle már nem kell a világ, utamat csak vele járom. Boldogságom nem keresem, tudom, hogy nála megtalálom. Boldogan élek, nem tagadom, semmi baj nem érhet engem. A könnyeket én már nem ismerem, mert Jézus él a szívemben. És egy másik hasonló dalszöveg. Sok mindent megpróbáltam, sokszor rossz úton jártam. A világtól sokat vártam, a világban pórul jártam. Most már látom, ó Jézus, hogy egyedül csak te hozol békét a lelkemnek,
hogy egyedül csak te hozol békét az életembe. Sok mindent megtanultam, mikor kellett, mégsem tudtam. De sok mindent megtehettem, mikor kellett, mégsem tettem. Szenvedésben vigasz voltál, minden bajban mellém álltál. Magányomban társam lettél, olyan jó, hogy közénk jöttél. A szövegekből kiderül, hogy azok az emberek, akik ezeket írták, nagyon szeretik Jézust. Azért, mert boldoggá tette őket. Minek köszönhetik ezek az emberek, hogy személyesen megtapasztalhatták Krisztus szeretetét? Annak, hogy elkezdtek hinni benne. Ráhallgattak, és nem a világra. Azt tették, amit ő tanított, és nem azt, amit a világ javasol. Ez a feltétele annak, kedves testvérek, hogy nekünk is hasonló élményeink legyenek Jézusról, hogy mi is így tudjunk áradozni őróla. Az evangéliumban az apostolok azért tudták megvallani Jézus igazi kilétét, mert napi, illetve közvetlen kapcsolatban álltak vele. Akik csak rövid időre találkoztak Jézussal, azoknak csak felületes ismereteik voltak róla. Ők mondták, hogy Jézus csak egy proféta. Ezek szerint ahhoz, hogy Jézus Krisztussal meghitt és bensőséges kapcsolatunk legyen, utána kell mennünk, követnünk kell őt úgy, mint az apostolok. De mit is mond Jézus azoknak, akik követni akarják őt? Ezt mondja: aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen. Csak azt tudja teljesen megismerni és megérteni Krisztust, aki azon az úton jár, amelyen ő is jár. Mégpedig a folyamatos önmegtagadás útján. Ő csak azt tette, amit az Atya, a mennyei Atya kért tőle. Aki követni akarja Jézust, annak szintén így kell élnie. Isten akaratát kell keresnie, és azt kell megcselekednie. Le kell mondani a saját elgondolásairól, elképzeléseiről, és teljesen Isten kezébe kell tennie az életét. Aki ezt megteszi, kedves testvérek, hasonlóan a dalszövegek szerzőihez megtapasztalhatja, hogy mit is jelent valójában Krisztus az emberek számára, mit is jelenthet valójában Krisztus az én számomra. El tudok róla mondani sok minden szépet, el tudok mondani, milyen jó kapcsolatban állok ővele. Tanúságot tudok tenni arról, hogy milyen a kapcsolatom Krisztussal. Meg lehet tenni ezt, és meg is kell tennie minden keresztény embernek. Egyrészt, hogy kapcsolatát Krisztussal még szorosabbra fűzze, illetve, hogy erről a kapcsolatról másoknak is beszéljen. Másokat is meghívjon arra, hogy jöjj Krisztushoz, ismerd meg őt és az ő szeretetét, azt viszonozd, és megtalálod a boldogságodat őnála. Ámen. Most egy kis csendben elmélkedjünk a Szentírás szavain.
most valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Éltünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt éltünk, keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen. Testvéreim, minden Istentől, Isten által és Istenért van. Kérjük tehát őt rendíthetetlen bizalommal. Áld meg, Urunk, szent atyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy sziklaszilárdan álljanak korunk szelleme viharaiban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, hogy a békesség és a megértés szelleme uralkodjék az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy Krisztus mindenkor Urunknak és Istenünknek valljuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy Péter sziklájához mindig hűségesen ragaszkodjunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy az egyháztól kapott feloldozás megnyissa számunkra a mennyország kapuját. Kérünk, Urunk, add meg elhunyt testvéreink számára az örök élet boldogságát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, te az igazság sziklájává tetted egyházadat. Add, hogy megtaláljuk benne biztonságunkat és békénket, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te fiad egyetlen áldozatával új választott népet szereztél magadnak. Add meg irgalmasan egyházadnak az egység és a békesség ajándékát. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Hűséges és irgalmas Atyánk, hálát adunk néked, mert nekünk adtad fiadat Jézust, Urunkat és testvérünket. Ő szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és a bűnöst, nem ment el részét nélkül semmiféle ínség mellett. Az ő élete és tanítása arra oktat minket, hogy olyan Isten vagy, aki úgy viselett gondunkat, mint ahogy egy atya törődik gyermekével. Nagy jóságodért és hűségedért magasztalunk téged, s az angyalokkal és a szentekkel együtt fölséged dicséretét zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Uram Isten. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, de kiváltképp most, mirőn szent fiad Jézus szeretetének asztalálná gyűjt egybe minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet kenyére és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kínszenvedése és halála által Szent Fiad átment az új életbe, és feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei Atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk Szent Fiad lelkét, a szeretet lelkét. Erősíts meg Fiadnak testével és vérével, és az ő képmására újíts meg minket. Áld meg Ferenc pápánkat és Miklós püspökünket. Add, hogy az egyház minden tagja megértse az idők jeleit, és növekedjen az evangéliumhoz való hűségben. Nyisd meg szívünket a körülöttünk élő emberek iránt, hogy szeretettel megosszuk bánatukat és aggodalmaikat, reményeiket és örömeiket, és utat mutassunk nekik az üdvösségre. Mennyei Atyánk, irgalmaz testvéreinknek, aki Krisztus békéjében hunytak el, és légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal, és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Testvéreim, Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedben. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk! Istenünk, szereti jóságot, hozzon nekünk teljes gyógyulást. Segíts kegyesen és támogass, hogy mindenben tetszésedre éljünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Hirdetések. A héten elutazom, kedden, szerdán és sütörtökön távol leszek, tehát ezeken a napokon nem lesz szentmise, lelki gyakorlatra megyek, de hétfőn este 6 órakor lesz szentmise, pénteken este 6 órakor újra lesz mise, és szombaton reggel szokás szerint 7 órakor lesz szentmise, illetve jövő vasárnap 11 órakor. Tehát ugye csütörtökön abúgy se szokott szentmise lenni, de se kedden, se szerdán nem lesz most a héten szentmise. Kedden, augusztus 26-án nagy takarítás lesz itt a templomban, reggel 9 órától. Ehhez kérünk segítséget, aki tud, jöjjön segíteni, előre is köszönjük. És pénteken nem csak mise lesz már újra este, hanem fogadóra is lesz majd 3 órától fél 5-ig, aki szeretne valami ügyet elintézni, vagy beszélni, az megtalálhat a plébánián. És akkor köszöntsük a névnaposainkat, születésnaposainkat, kérem őket, hogy álljanak fel, akik ugye hétfőtől a mai napig bezáró ünneplik születésnapjukat, névnapjukat. Kórusom, van valaki? Nincsen. Oda most nem kell fölmenni. Jó, akkor a minisztrások adják is a szent képeket. Lelle is ünnepel, Géza? Nagyszerű, jól van. Akkor most következik az áldás az ünneplőknek. Áldjon meg, és őrizzen meg titeket az Isten. Amen. Ragyogtassa rajátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas. Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét. Titeket, akik névnapotokat, születésnapotokat ünneplitek, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Isten éltessen benneteket sokáig. Most pedig a szentmise befejező áldása következik, álljunk fel mindannyian. Az Úr legyen veletek! Isten békéje, amely meghalad minden értelmet, őrizze meg szíveteket és elméteket, Istenünknek és Szent Fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak ismeretében és szeretetében. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szentmise véget ér, menjetek békével. Istennek legyen hála. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek.